átgondoltam azt, hogy el lehet-e adni azt, amit én ma csinálok. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt az Arckép, két hetente jelentkező portréműsorunk, ahol a vendégek mindenkor garantáltan a nívó szinonimái. E heti vendégem karrierje hát gyakorlatilag repülőrajtot vett, egészen fiatalon lett a magyar musical színpadok első számú sztárja. Ezt követően édesanyja lett, és Ausztriában folytatta életét. Ha nem is zökkenőmentesen, de pár év után az ottani zeneszínpadok szintén ünnepelték őt. Pár éve két laki életet él, és magyarországi karrierje szintén sikerekkel van kikövezve. Most az egyik kedvenc belvárosi éttermében beszélgetek Malek Andreával. Ha jól figyeltem meg, volt mondjuk három egészen különálló korszaka az életének, mondjuk a 90-es évek közepéig, amikor lábai előtt hevert a világ, itt Magyarországon feltétlenül musical színpadokon énekel, szomszédok, filmekben játszott. Volt egy viszonylagos csend, ahol aztán Ausztriába is utolérték a sikerek, de az egy másik minőség, vagy másfajta élet. És mikor hazajött, szerintem megint egy újfajta arcát sikerült megmutatni a Malek Andreának. Ez már nem az a Malek Andrea szerintem, aki kiment. A három közül mondjuk melyikbe érezte magát a legjobban? Hát úgy önmagamnak inkább azt hiszem most érzem magam ebben a pillanatban, és ez elég jó, mert tök ciki lenne, ha most azt mondanám, hogy hát régen a 90-es évek milyen jó volt, és most mennyire rossz. Tehát ez egy szerencsés állapot. Szerintem az ember mindig önmaga, csak különböző, tehát ahogy a fejlődés zajlik, úgy mutatja különböző arcait. És miután mi mindannyian, a művészek közül mindig mindannyian kirakatban állunk, ez ugye látszik. Más embernél ez nem annyira feltűnő. De mi van most, ami mondjuk nem volt 10 évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt? Hát 3 gyerekem van, ebből 2 nagyon nagy fiú. Kirepülés előtti nagy fiúk, van egy jó kapcsolatom, egy jó házastársi kapcsolatom, amin folyamatosan dolgozni kell, nagyon húzos, de nekem nagyon húzos, de ennek van jövője és ennek van jelene. És van jó munkám, ami ritkaság, meg azzal is ugyanúgy kell törődni. A jó munka alatt mit ért, mondjuk 10 éve, 15 éve ezelőtt? Nem volt olyan jó? Tehát azt nem szerette ennyire? Nem. Nem? Nem. Akkor, amikor egymás után jöttek a főszerepek, musical főszerepek... Az egy olyan, apa, olyan volt, mint az alkoholizmus, vagy olyan, mint a... Nem tudom, nem próbáltam semmilyen drogot. Lehet, hogy ez ciki, de nem tudom. De az alkohollal jó barátságban vagyok, és ez azt hogy tudom, hogy mennyire rá... Van? Hát, hogy nem gond, iszom, és nem... Tehát, hogy helyes én is, tehát ez hasonlóképp. Tehát tudom, hogy mi ez, amikor az ember valamire rászokik, vagy valami, tehát hogy egyre több kell belőle, és ez inkább ilyen függőségi viszony volt a színpaddal akkor még, amit nagyon élveztem, amikor ott voltam, de iszonyúan lent voltam, amikor nem voltam színpad közelében, és pánikban zajlott az életem, hogyha nem tudtam pontosan, hogy mit csinálok a következő fél évben. Ez narkotikuma a sikernek, vagy a tapsnak, a dicsfénynek? Nem érdekelt engem különösebben. Nyilván, hogyha hátul álltam volna, talán akkor is érdekelt volna, de annyira vonzott és annyira tetszett a színház. Ez az egész misztikum, ami a színházat körülveszi, az, hogy teremtünk valamit, hogy létrejön valami tényleg közös erőből, így ugyanúgy, esténként. Hát ez, ettől én teljesen legyengültem, és akkor nem zajlott a normális életem igazából, csak erről szólt az élet, és hát látunk erre példát sokat, mert ebben mindenki beleesik nagyjából. De nem a siker volt a fő ok, hanem az, hogy egy olyan dolog közelébe kerültem, ami nekem való marhára. De mégse élvezte igazán.
Hát az, szerintem mai agyammal az igazi élvezet az az, amikor tudom, hogy várom, készülök rá, de abban nem halok bele a várakozásba, hanem annak is örülök. Tehát az egésznek van egy folyamata. Görcstelenebb lett? Igen. Igen, talán. Hát tudja, hogy az idő múlik. Az ember elveszti, jó esetben elveszti a görcseit. De mibe kapaszkodott annyira akkor görcsösen? Hogy fontos vagyok, hogy hívnak? Hát, hogy nem tudok semmit, és mégis itt állok a fene egye meg. Nem tudok semmit se énekelni, nem tudok játszani, meg abszolút nem tudok beszélni, hadarok, mint az állat. Tehát el voltam magammal borzalmasan foglalva. De ezt a környezete adta a tudtára, vagy nem, ezt ön érezte nem, belőle? Ezt én gondoltam így, és a környezetem azt mondta, hogy Andika, ez nagyon jó volt, ez olyan bájos vagy, olyan kis édes vagy, és na hát, hogy te hogy ének, és egyáltalán az úristen, ezek nem értenek hozzá. Ez nem értenek hozzá, én nem tudom, ezt nem jól csinálom. És miben magyarázza mégis, hogy ennyire a tenyerén hordozta abban az időben a szakma? Dacára annak, hogy ön ezt gondolja magáról? Vagy gondolta még akkor is? Hát én a mai eszemmel már nem tudom, meg a mai szívemmel nem tudom már kizárni az egészet a dologból, tehát én nem tudom csak fizikai szinten nézni a dolgokat, az embernek van egy útja, és azt az utat járja be. Akár jobbra fordul, akár balra fordul. Ha jobbra, akkor egy kicsit hosszabb ideig járkál, ha balra, akkor rögtön megtalálja azt, amit keres. De hát ezt az ember akkor nem tudja, csak maximum az érzésére hagyatkozhat, és azt hiszem egy helyzet tökéletesen adott volt ahhoz, hogy egy hosszú hajú barna lány, kedves, mosolygós lényével, mit tudom én, hófehérke kettő megjelenjen a placon, és mondjuk tudtam zenélni, tehát a zene az volt az egyetlen biztos pont. Másodgenerációs zenészként azért már nekünk úgy könnyebb, mert egy csomó mindent látunk, ami tetszik, csomó mindent látunk, ami nem tetszik, és akkor már van választási lehetőség, nem új minden. Elég meghasonlott állapot lehet, hogy az embert ünneplik, noha belül nem tartja magát elég jónak. Igen. 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 Megszenvedte akkor meg. Nagyon? Meg. Annak ellenére, hogy a közönség azt látta ebből, hogy siker után siker. Igen. De, és ezért értem meg nagyon jól az összes ilyen, hogy hívják ezt, Istenem. Direkt felejtem el a dolgokat, ez olyan érdekes, hogy tehetségkutató versenyeknek az üdvöskéjét nem érigylem egyáltalán, és meg tudom érteni nagyon jól, hogy ez milyen nehéz feladat hirtelen a semmibe lebegni onnan, hogy gyönyörűen, tehát meg vagyok dizájnolva szép magyarul, és a szakemberek krémje foglalkozik velem hónapokon keresztül, és aztán utána kikapcsolják az egészet, és utána marad a súlytalanság. És mi van? Utána ennek egyszer csak vége van, és aztán még rosszabb. Tehát, hogyha az emberek nincsen muníciója, nincs felkészülve, amennyire lehet egy ilyen helyzetre, akkor iszonyúan lezuhan. Önnek ez... De az is benne van a buliban, ezt akartam mondani. Tehát ezt most nem kezdek el sírni, mert ez benne van. És ez a repülőrajt önnek, ön szerint minek volt köszönhető? Tehát az, ha jól értem, azt mondta, hogy az a fajta szakmai muníció, aminek meg kellett volna lennie, az ez idő szerint hiányzott önből. Én egy olyan kislány voltam, aki pont akkor kellett, és tökre be tudtam állni, el tudtam énekelni az Evitát, el tudtam énekelni a Fantint, el tudtam énekelni meg még át is éreztem, mert ezek olyan ösztönös szerepek, annyira illettek hozzám. Hát, van egy pár, tehát hogy ezt meg tudtam csinálni, és akkor ezzel sikeres lettem, és azt mondták, hogy jó, ez egy megbízható csaj, tisztán énekel, itt ott van a próbán, két hét alatt bevágja a darabokat, akkor gyerünk tovább, és ennyi. Annak ön szerint mennyi szerepe volt abban, hogy ön egy meglehetősen ismert és híres családból jött? Tehát a Malek név hozzásegíthette ehhez? Hát talán inkább hátráltatott. Ez inkább volt hátizsák, mint trambulin? Ez mind a kettő. Mind a kettő? Mind a kettő. A hátizsák részét nagyon fontosnak tartom, mint ahogy el is mondtam, hogy mit hoz az ember otthonról, és milyen életszemlélet, vagy hogy dolgozni kell, és akkor jön meg a gyümölcse. Tehát, csak azt láttam, hogy egy nap alatt éve robotolnak a szüleim egy ügyért. Tehát az édesanyám tanított akkor már, és bárkiből nevelt énekes. Tehát gyakorlatilag, ha egy kutya oda jött a gyerekkorában, a kutyákat tanította meg táncolni, meg mindenki táncolni tanított. Tehát, hogy mint gyerek.
holott ő se tudott táncolni, csak látta valahogy, hogy kell, és megcsinálta. És ez a szellem, mert visszük mind a ketten tovább az öcsémmel. Tehát, hogy dolgozni kell, és dolgozni jó. És ez mindenféle ideológia nélküli dolog, hogy az embernek örömet okoz a munka. De a hátizsák alatt elsősorban azt érti, hogy egyfajta maximalizmust és már-már terhes szorgalmat tesz az emberre? Tehát, hogy muszáj megcsinálni a rendesen? Nem csinálok fél munkát? Hát nem csinálok fél munkát, mert az tök ciki. Hát én aztán pláne nem, mert ugye na akkor jön az, hogy az anyukám meg az apukám kicsoda, hazamegyek, és akkor mit mondanak? Ők mit mondanak, meg ők nyilván azt mondják, hogy és mit szólnak hozzá többiek? Hát kisfiam, ezt nem teheted meg. Ezt... És ők mit mondtak például ezen sikerek idején? Tehát amikor musical színpadok királynője volt. Ők se gondolták volna, hogy ez lesz, pláne az anyukám, vagy tehát az anyu nagyon támogatott, és ő lapozta ki még akkor az Esti Hírlapból, hogy pótfelvételi indul a musical szakra, vagy nem tudom, vagy éppen akkor volt, már egy hét múlva, tehát hogy nagyon sicsúgy jött ez a dolog, mert én különben a Bartók Zeneművészeti Szakközépiskolába jártam, mint klasszikus zongorista, és fejtegettem meg a csodálatos klasszikus műveket, sírtam, zokogtam zongorán, egy nagyon jó tanárnő segítségével. És az édesapám nem hitt benne egyáltalán. Ő nem azt mondta, benne. Hogy úristen, ne csináljuk ezt. Nem kell ennek a gyereknek színpadra menni, jó lesz az először még, tehát hogy nem kell. Ez de mit nem látott ciki. Hát úgy a félt attól gondolom, hogy beég, hogy erőltetjük ezt a gyereket valamire, ami ne. És aztán nagy nehezen sikerült őt rávenni, hogy de jöjjön el engem kísérni. Tehát, hogy mégse ne kelljen egy zongora kísérőt kihalászni valahonnan. Most akkor még nem volt meg ez az ismeretségi kör ilyen szempontból, hogy hát jöjjön el már, hát kísérjen le engem. És fölvettek a... Én nagyon meg voltam lepve, hogy fölvettek a főiskolára. Aztán ő is nagyon meg volt lepve, amikor az első darabot végignézte, hogy jé, nem is olyan rossz. De ez nem a jó meg a rossz, hanem az, hogy valaki alkalmas-e vagy nem, akkor még így az elején. És az akkori kétségeit megosztotta velük? Tehát az, hogy hiába a sikerek, én nem érzem magam önazonosnak ott. Igen, de aztán tényleg olyan sokat melóztam, és sok sikerem volt, hogy ezt már nem hitték el ők sem. Nem hitték nem. El. Nem, azt mondták, hogy ugyan már, itt szórakozol már, ugyan már, itt vannak nehézségek, de igazából nem. Nem akarok aztán ezen rugózni, de ezt az önbizalom hiányt, ezt mi táplálhatta önben? De ennek azért lehet születési rendellenes. Igen? Igen. Általában kis hitű? Magammal szemben igen, másokat nagyon be tudok lázítani. A mai agyammal már, mai szívemmel már nem gátolom le magam ilyen dolgokkal, hogy nem hiszek benne, és a saját életutamat nem fékezem le olyasmivel, ami csak abból ered, hogy nekem itt meg ott rossz tapasztalatom volt, és akkor úgyse fog sikerülni, mert ebből tényleg nem, mert akkor már rendelém is be magamnak, mint egy levest, hogy ez rossz lesz, és rossz lesz tényleg. Igen, ezt berendeljük? Na, persze, hogy berendeljük, nagyon, nagyon rendesen. Ugyanúgy, hogy jaj, el fogják rontani a hajamat, úristen, mert most csinálja, és látom, ahogy fogja meg, úristen, és tök rossz lesz. Ez mi által, és mikor fordult meg önben? Hát ezzel így kapcsolatba kerültem, ez az egész berendelés dolog, meg az agykontroll, meg ezek ilyen élet, tehát hogy ilyen állomások voltak, amihez így emberekkel találkoztam, akik szimpatikusak voltak itt-ott-tam-ott, és beszéltek valamiről, aminek alapján ezen, mint ahogy az összes többi másik ember kipróbáltam. Tud mondani egy tetszett. Olyan példát, hogy valamire nagyon vágyott, kvázi láttatta is saját persze. Maga előtt, és ez teljesült? Most... Nagyon kemény, igazából kemény helyzetből, amikor én másfél éve azt hiszem, hogy abba szerettem volna hagyni, de ez nem egy ilyen nagy löttyös abba hagyás, hogy nem csinálom többet, hanem tényleg olyan, hogy tényleg van ennek értelme, hogy én olyan dolgokkal, foglalkozom, ami úgy látszik nehezen lehet eladni, vagy tényleg átgondoltam azt, hogy el lehet-e adni azt, amit én ma csinálok, vagy tegnap csináltam. És valahogy megközelítettem ezt a kérdést különböző helyekről, és az olyan értelemben is, hogy tudok-e valami más csinálni, amiből meg tudok élni, és hát ez kiderült, hogy
hogy tudnék én, csak nincs róla papírom, és ezért biztatok egyébként zárójelben mindenkit arra, hogy legyen már több szakmája, és több, ez manapság tökre lehetséges, hogy ne felnőtt fejjel kelljen valamit megtanulni gyors talpalva, hanem legyen egy szakmája, vagy kettő, és abból azt lehet cserélgetni, váltogatni, ha az embernek elég esze van. És akkor nem kell az egyikbe belenyomorodni, hogy Istenem, nem megy valamiért. És akkor megtanultam látni ezt, vagy így megpróbálkoztam bele kínkeservel, hogy de én úgy szeretnék, de én mit szeretnék? Hát én azt szeretném, hogy ilyen nagy zenekar előtt szeretnék állni, ilyen szimfonikus zenekar előtt, és olyanokat énekelni, ez az egésznek a ne továbbja, hogyha ennyi ember zenél a színpadon, és az egész éneklésnek a ne továbbja, hogy az a csúcs, azt ott nem ér le a lábunk a földre egyikünknek sem, hogyha az jól sikerül. És ezek jönnek most. Na, például augusztus 15-én a Városmajori színpadon a Mendelssohn kamarazenekarral, ők veszprémiek, és a Trio Midnight-tal és Robi Lakatossal egyetemben Le Grand Dallamok címmel egy Michel Le Grand este zajlik, akinek a dalait mindenki ismeri a világon, és nagyon nehéz dalok. A Barbra Streisand énekelte a legtöbbét. Szóval ilyen felkérések jönnek, és... És ez ennek köszönhető, hogy az ember gondol rá? Igen. De én nem hagyom ki, tehát, hogy aki ezt létrehozza ő, tehát, hogy akitől ezt kérni kell, én nem mondom. Tehát, hogy én nagyon is hiszem, hogy van egy fölsőbb elv, amit mi úgyse érthetünk meg, viszont tisztelnünk kell, mert ha nem tiszteljük, akkor hülyék vagyunk, akkor szerintem nem fog működni semmi. Ebből a közönség mondjuk nagyon keveset látott, hogy másfél évvel ezelőtt ön azon gondolkodott, hogy befejezi, ugye, ahogy van. Azon. Nem éreztek kelendőnek a produktumot, vagy már saját magát, mint márkát? Azt éreztem, hogy, és ez egy folyamatnak a vége volt, hogy marha sok műanyag van forgalomban, aminek nyilván megvan a helye, meg az ideje is. Hogy ez most egy műanyag korszak kvázi. Tehát, hogy egy dalt nem úgy írnak meg, hogy azt még 20 év múlva is hallgatni fogják, hanem úgy írnak meg, hogy most baromira tudjanak rázni rá a gyerekek, meg szívni rá a gyerekek, meg mit tudom, minden. Tehát, hogy ez egy más funkciót képvisel, és én itt ebben a helyemet ugye nem nagyon találom. Meddig tartott ez a szakmai válság, nem tudom, minek nevezzem? Ez hónapok addig, volt? Ameddig nem kaptam egy tévéfilm szerepet, addig tartott, és mindig is szerettem volna, a Szomszédok óta nagyon vágytam arra, hogy játszam. Ez egy vasari adaptáció, ugye? Igen, a Ketten Párizs ellen. És egy mama szerepet kaptam, ami azért is nagyon érdekelt, mert hát ugye mama vagyok, és végre nem kell tovább tartani, tehát hogy nem lett volna jó, hogyha egy olyan szerepet kapok, hogy egy ilyen nálamnál sokkal fiatalabb nő, vagy nem tudom, és akkor itt magamat össze kell szedni, és úgy kell tenni, mintha még olyan. És nem, tehát ez egy mama, itt, sőt a mamának viszont fiatal voltam, mint színésznő, úgyhogy halálosan élveztem a forgatási napokat, volt belőle 5, és ott valahogy visszajött az önbecsülésem. Ez annyira jól esett, hogy ez mégis, tehát mégis sikerült az elmúlt években lebontani ezt a musical bástyát, és felépíteni valami másikat, vagy láttatni valami másikat, ami addig is ott volt, hogy prózai színésznő vagyok, hogy érdekel ez az egész, és már megtanultam játszani, jól tudok, át tudom adni a dolgokat. Önnek nagy vágya volt mindig is prózai színésznői létet is mutatni a közönség irányába, ugye? De miért volt ez ennyire fontos? Pont azért, hogy ne ezt a... Mainstream, nem tudom mit. Igen. Hogy ne abba öregedjek meg, hogy miért kell, hogy sírja Argentina, és még 70 éves koromban is ezt kérik tőlem. Van, akinek ez elég, és van, akinek ez jó. Csak én nekem nem. Én rólam van itt szó, itt nem mást akarok ezzel bántani. Mit akarok még? Valamit akartam valami érdekeset mondani, de hát ez most már elszállt. Majd amikor a Művészszínházhoz szerződött... Nem szerződtem a Művészszínházhoz, sajnos. Oda? Nem, akkor mentem férhez. Akkor. Csak oda akart szerződni? Igen, meghívtak, a Svajda meghívott. És a Tav János rendezte azt a Koldus operát.
amiben aztán végül is nem, a csupa sztárparádé és arra abban. De nem is kezdett el próbálni? Nem. Ez azért volt, mert férhez ment? Igen. Az nagyon kirántotta volna a kátyúból, mert én olvastam a körüli interjúkat, akkor ön eléggé maga alatt volt. Hogy magam alatt lettem volna? Nem, nem. Egyszerűen pont ennek a boldogtalanságnak következtében, hogy az ember iszonyat sikereket ér el, és úgy érzem, hogy ez teljesen méltatlan, mert nem azt csinálom, amit szeretnék, és nem azt mutatom, amit szeretnék. Megy a dolog magától, működik, görög egy ilyen mókuskerék, amiből csak erővel lehet kiszállni, és volt hozzá nagyon jó partnerem, aki segített ebből kiszállni. Ő volt az akkori férje? Igen. Az elég revelatív találkozás lehetett, olvastam interjúkat, ön azt mondta, hogy, ugye Prinz Gáborról beszélünk, ön azt mondta, hogy helyre tette önt lelkileg. Mi olyat tudott mondani, ami egy egész más fénytörésbe került az addigi szakmai léte? Hát ő igazolt engem azzal, hogy a musicalnek a... Mert én nem csak a musicalnek, nyilván vannak fényoldalai, meg árnyoldalai, és ennek az egész pályának pontosan igazolt azzal engem, hogy azt mondta, hogy gyere, és mutatok neked egy másik életet. És ő ért a művészethez is, és ő egy nagy hatalmas ember volt akkor, de nem ez volt a lényege, hanem az, hogy tőle tanultam meg például, hogy becsüljem egy alkalmazottnak a munkáját, hogy egyáltalán vegyem észre, hogy a pincér most hány tányért rakott azért, és ne várja meg, hogy még előlem is elvegye a tányért, meg azért villát, hanem rakjam rá szép csöndben, úgy, hogy ne vegye észre senki. Hogy ezt eddig így járt el? Nem is láttam meg, nem is vettem addig észre. Mert el voltam, mások gondolataim voltak, és az, hogy körülöttem emberek vannak, azt nem nagyon vettem észre, és ő azért elég keményen felhívta a figyelmet. És aztán született két fiúcskánk, ami hát a legnagyobb élmény volt addig, a legnagyobb dobás. Egyébként hogy érti azt, hogy másról volt elfoglalva? Tehát egy picit így a föltől elrugaszkodott művész lélek volt? Ilyen stone, amikor amit nem tudok, hogy micsoda, de hogy így, amikor énekelt, amikor színpadon voltam, akkor jó volt addig, akkor hogy elfelejtettem mindent, és aztán talán visszatértem az életbe, és éreztem, hogy kell, váltani kell. Eljön az idő, most már ebből ki kell lépni. Tehát így is, úgy is váltani kellett volna. De azóta annyi minden érdekes történt, miért erről kérdezget? Egyébként. Nem szeretne erről beszélni? De már végül is jó, mert mindennek van értelme, vagy mindennek megvan az értelme, hogy miért. Úgyhogy oké, csak... Még egy kérdést teszek fel, ezzel nem fogok ezzel rugózni tovább. Az igaz, hogy érdekes párost alkothattak, az igaz például, hogy Prinz Gábor a Muzsika hangja című operett előadás alatt ott volt a színfalak mögött, és nem engedte, hogy Farkas Bálinttal már mint szerepe szerint csókolózzon? Ez igaz, vagy legenda? Hát ez egy, azért a legendák, magyar népesség azok nagyon hamar terjednek. Hát most szerintem a Gáborról ne beszéljünk most, mert hogy mi értelme van, már ő is, mert tehát már olyan régen volt ez az egész, és annyit beszéltek róla, már minden héjle van róla hántva, és nem aktuális. Azon kívül tök jó apja a gyerekeinknek, úgyhogy beszélhetnék én, tehát lenne mit mondanom, mindenféle házasságomról, meg kapcsolataimról beszélhetnék én a barátaimról, de mi a bánatnak, attól kelyikünk lesz több. Oda visszaugorol, hogy azt mondja, hogy az önbizalom hiány az megvolt önben. Lehet, hogy rossz helyen kapizsgálok, de szerintem amikor valaki két korszakos egyéniségnek a gyermeke, én a sportolóktól is tudom, művészektől is tudom, hogy a gyereknek mindig sokkal nehezebb. Föltesz magának olyan kérdéseket, hogy vajon meg tudom-e ugrani azt a mércét, amit a szüleim felállítottak nem velem szembe, hanem az életművükkel. Lehet ebben valami hasonlóság? Én ilyen formán nem éreztem ezt, inkább azt, hogy mert ők aktívan ott vannak, tehát ők nem két ilyen totemoszlop, hanem ők ott voltak az életben, mai napig is ott vannak velünk, minden döntésnél is minden, de nem. Tehát, hogy mégis te ott vannak. Tehát ez nem is kézzelfogható dolog volt, nem éreztem azt, hogy nekik
meg kell felelni. Én szerettem volna nekik megfelelni. Nem azt, hogy tőlem elvárják, hogy megfeleljek, hanem én szerettem volna annak megfelelni, amit megbeszéltünk előtte, vagy amiről beszéltünk, és ami... És aztán ezt elhagytam egy idő után. És akkor elkezdtem úgy öltözni, hogy nekem tetszik, az nem tetszett, az nem, annak nem örültek. És a mai napig is... mindegy, szóval igazuk van egyrészt, másrészt meg nekem van egy saját életem, meg egy saját... Én nem vagyok azonos a szüleimmel, senki nem azonos a szüleivel. Úgyhogy ezt... Ezt én is megléptem, és béke van, tehát kicsit későn léptem meg. Tehát nem mint kamaszlány, hanem mint felnőtt. Ez a leválás klasszikus esete? Tehát amikor önálló entitásként képviselni is tudom a véleményem, és a saját fejem után vagyok fogadva, mert én önálló entitás voltam egész életemben, csak nem az elfogadás az, hogy úgy azt mondták rá, hogy ugyan már, mit, ez hülyeség, amit mondasz, nem ezt a dal kell énekelni, azt kell énekelni. És akkor... Ezt a béket lenyeltem, és akkor azt énekeltem adott esetben. De most már nem is mondják ezt, mert már elfogadták régen. Ez mikor fordult meg? Hányba? Hát akkor a kimenetelemmel, ahogy kint elkezdtem dolgozni, és elkezdtek önálló esteim lenni, amit az anyjaikkal nem beszéltem meg, és aztán utána, amikor megnézték, akkor azt mondták, hogy hát ez... Tehát, hogy tökre... Egyáltalán nem az volt, amire számítottak, és akkor ugye egy új időszámítás kezdődött, hogy jó, akkor ezt tudja, ezt csinálja, megy a saját útján, nem kell érte aggódni kvázi. Most én vagyok ilyen a saját kölkeimmel, a két fiammal. Mert ez természetes, nem? Persze. Jó azt így megélni. A szüleim olyanok, meg én is olyan vagyok, az utcán egy gyereknek be van húzva a sapka a fejébe, és ott látom, hogy küszködik, akkor én oda megyek, és szépen hangosan, finoman megszólalok, hogy nem lehetne, ha benne van a gyereknek a szemben. De, tehát, hogy én beleszólok, hát én ugyanaz. És akkor mit szól egy vadidegen ember? Hát vagy elküld a más világra, vagy pedig azt mondja, hogy jaj, köszönöm, ja, tényleg, mit tudom én. Hát ez rizikó, de nem érdekel, mert látom, hogy valamit tehetek, és akkor legfeljebb pofon vágnak. De hát ebből a pofonokból is tanul az ember. De látja, milyen érdekes? Egyfelől az önbizalom hiányt említi, másfelől, hogy vadidegen emberhez oda menjek, és megmondjam a saját magam valósnak gondolt igazát, vagy nézőpontját, ahhoz viszont elég nagy önbizalom kell. Ez a nagy a pofám című kategória szerintem, de ezt nem tudom, hogy jön össze. Talán azért, mert itt kompenzálom Tehát, hogy érted, hogy ez a... Hogy ahol kevés van, egyik oldalon kevés van, a másik oldalon meg túl sok. De nem lehetett azért egy gyáva ember. Ahhoz, hogy elmenjen valaki Ausztriába, és ott gyakorlatilag a nulláról építse fel magát, ahhoz azért, hát valami elementáris nagy, nem is tudom az a jó szó, hogy önbizalom-e, de hogy vagányság és valami bizonyítási vágy kell, az egészen biztos. A vagányság jelzőt büszkén vállalom, és a dolog érdekelt marhára. Nem a dolog, az, hogy megcsináljam, hogy ott hogy dolgoznak, mindig is érdekelt, hogy dolgoznak külföldön. Csak sosem éreztem késztetést arra, hogy elhagyjam az országomat. 4 éves volt a nagyobbik fiunk, és akkor a Gáborral ketten kimentünk a politikai összeférhetetlenségből. Korábban önök nem volt? Akkor ez nekem összefügg? Nem, és ott született a Péter. Ő már a második. Igen. És ehhez képest mennyi idővel kezdett el az ottani musical színpadokon szerepelni? Hát 2 év múlva kb. Hát összeszedtem magam, kicsit lefogytam 30 kilót vagy 25-et, és akkor kezdtem meghallgatásokra járni, és aztán stb. Azt gondoltam, hogy hát majd megtanulok németül, hogyha megkapom a szerepet. Ki, hogy majd utána? Igen, igen, de hát nem így volt. Azt mondták, hogy liebe Frau Malik. Deutsch lernen. Ja, igen, és akkor a következő meghallgatásra elmentem Deutsch, és akkor megpróbáltam németül énekelni. Ami mondjuk az Evita után, amit már végigjátszottam egy turnét németül, tehát nem volt idegen a német nyelv, de egy szót se értettem belőle gyakorlatilag. És akkor megtanultam németül. Hát mondjuk egy kicsivel, meg egy picivel. Nem volt benne küzdés, de hát nem adnám
Percig sem. Nem? Nem. Nem. Mit tanult belőle? Mindent, abból tanultam. Az egész küzdelem, a küzdelem az a legfontosabb dolog. A jó dolgokért való küzdés az, hogy az ember tovább lépjen, hogy meglépjen dolgokat. Tehát az anélkül nincsen, hogy az ember szomorú, ha kínlódik, ha gyötrődik, az egy fontos előszobája annak, hogy aztán boldog lesz, vagy aztán felszabadul. És az nagy kudarcokkal is járt? Én csak végig gondolok valamit. Kapufa, hát ismerjük a kapufát. Én a kudarc szót, az nekem az olyan túl elemelkedett a kudarc. Kapufa. A kudarcot vallottam, mert az olyan, az kész, akkor becsukom az összes, az egész botot. Tehát akkor voltak kapufák? Kapufa. És igen, magamból indulok ki, én ha itt Pesten nem tudom hány főszerepet eljátszok, musical színpadokon, majd utána nulláról castingokra kell, hogy járjak és bemutatkozzak, hogy hello, hát én azért tudok énekelni, azok után, hogy már tudja Magyarország, hogy tudok énekelni, nem biztos, hogy végigjárom. Hát olyan nagy járkálás nem volt, én a Feleinte bűnön bűnnek a színpadaira szerettem volna különböző produkcióba bejutni, illetve kipróbálni, hogy milyen egy ilyen, azért mondjuk, hogy casting, mert az audition, nem tudjuk kimondani, egyébként ezt auditionnek hívják, meghallgatást a színházi berkekben. Egyszerűen érdekelt a dolog, hogy működik, és aztán megtudtam, hogy működik. Nagyon más, hogy mind itt Magyarországon? A munkamorál más, tehát ott van jó. Tehát, hogy itt sajnos azóta is azt tapasztalom, hogy semmi se jó. Tehát ha süt a nap, az a baj, hogyha esik az eső, az a baj. Ha ez az igazgatóm, az a baj, ha az az igazgatóm, az a baj, tehát itt minden általában, tehát már valami oknál fogva, biztos megvan az oka, de nem nagyon tudunk, elfelejtettünk lelkesedni most valahogy, az eltűnt, de ez egy búvópatak, az jön-megy. Ezt a fajta szemléletet itt Magyarországon is tudja hasznosítani? Persze, és azt mondják, hogy te micsoda energiabomba vagy, de tényleg. És én nem érzem magam energiabombának, sőt, húzom néha a lábamat jobbra, de nem vagyok hajlandó egész nap arról beszélni, hogy te hallottad, hogy nem tudom kinek mi az, mert jól van, hát legyen, hát örüljön neki, de nem tudok ezen már nyavajogni egyáltalán. Elveszítem az energiámat abból, ami egyébként meg milyen jó lenne, meg elrontjuk az egész örömünket, a játékunkat, mert amit mi csinálunk, az egy játék. Ezt nem kell marha komolyan venni, szerintem. Nem kell? Úgy kell komolyan venni, mint egy isteni játékot, hogy teremtek, de ez nem olyan, mint egy, azért egy agysebész nem tudja az egészet így dobni, hogy ma nincs kedvem, gyerekek, nem tudom, most csak nyissuk fel a hátát, nem tudom, nincs kedvem a fejébe nyúlni. Hát nem mindenki teheti ezt meg, de mi megtehetjük. Meg egy festő is, hát érted, most, hogyha ragaszkodik, az nem ez az én új vonalam, az nem tudom, itt, a fenét most, az a mit tudom én, most ilyen képet festek, és kész. Most kibünteti meg érte. Még egy mondat erejéig azért visszatérnék oda, mert a szabadba vágtam, amikor azt említetted, hogy azért értek kapufák. Tudnál mondani egyet, ami már tehát Ausztriába, német nyelvterületen, ami mondjuk az önbizalmadat is kikezdte? Igen, hogy nem jutok előre, nem jutok az első sorba, mindig másodhegedűsnek engednek be. És először azt hittem, mert azt is mondták, hogy azért, mert a nyelvet nem beszélem úgy. Aztán összejöttem, de ez így történt, és ez az élet után a zeneigazgatóval, és ő a férjem mai napig is. Aztán ő utána nem lett, tehát ő lemondott a zeneigazgatóságról, de ő vezényelt ott végig, és ő nagyon sokáig hallgatott erről, hogy tulajdonképpen miért kaptam én mindig ensemblét és másodszereposztást azokban, amit csináltam. És azt mondta, hogy ugyan már nem a nyelv, egyszer így elkotyogta, dehogy a nyelv, dehogy is, oda jött XY, és amikor a te neved volt elől, mert mindenki úgy döntött, hogy a te neved, hogy te leszel az első szereposztás, fogta egy ügynök hölgy, és megcserélte. Azt mondta, hogy ez azért sokkal jobb lesz, mert... és kész. És így ilyen egyszerűen el lett intézve. És akkor ezt így nagyon nehezen nyeltem le ezt a békát, hogy tökre elfogadnak, nagyon, nagyon nagy rajongóim vannak a társaságon belül, mert egy ilyen ensuite csapat,
az egy halálosan válogatott csapat, az egy nagyon, nagyon finom, finom gyerekek ezek, és bármit, bármikor olyan gombjaik vannak, hogy megnyomja ezt, bármit elő tud magából hozni abban a pillanatban. Itt nincs izé, hogy nem tudom, gyerekek, semmi nem tudom, gyerekek. A éjjel 26-szorra is, és a, nem tudom, és próbáljuk, megy a darab, és mégis próbáljuk a darabot. Tehát itt besírunk már a második próbától, hogy én is. De ott nem tudod ezt megcsinálni. És szóval ezt nagyon nehezen fogadtam el. Hogy nem is a magyarságom miatt, hanem azért, mert magyarságom miatt lenne, akkor azt ráfognám a népre, rátolnám, Istenem, és én is ilyen szomorú magyar lennék, akinek nem sikerült. Dehogy is, világosan látom, hogy nem csak én vagyok itt, és azt is látom, hogy ki az, aki játssza az első szereposztást, és tudom, hogy azért játssza az első szereposztást, mert jóba, tehát hogy tetszik a rendezőnek, tehát azt, hogy ki tetszik neked, azt nem lehet erőszakkal befolyásolni, vagy abból nem jön ki semmi jó. Tehát ennyi. Mikor fordultál? Hány évedbe tellett, amikor nagyjából egészében elégedetten tudtál Ausztriába úgy színpadán, hogy azt mondtad, hogy körülbelül ott vagyok, ahol érdemem szerint lennem kell? Hát, ez megint ilyen 5 éve, éppen terhes voltam a Lencsibe, és a Muzik Ferencnek az aranytermében, ott, ahonnan a január 1-i koncertet közvetítik az egész világra, ott énekeltem a Tone Künstler Orchester, aki a második legnagyobb szimfonikus zenekara és legnívósabb szimfonikus zenekara Ausztriának, és filmdalokat énekeltem, ráadásul amiket Barbara Streisand énekelt, meg Marilyn Monroe, meg, tehát hogy olyan, és hát ott olyan, az egy olyan érzés, mert ráadásul az egy picike színpad ahhoz képest, hogy hányan ültek rajta, ilyen óriási nagy filmzenekar, mindenféle óriási üsdobok, még mindent, az úgy szólt, hogy az egyszerűen majdnem bele lehet halni, tehát ott tényleg egy ilyen testen kívüli élményem, hogy én kimentem a színpadról, és ott volt a zenekari titkár, egy horvát apsi, és én levágtam magam a földre, és ott így vágtam. Azt mondja, menjél már, hát tapsolnak, menjél be, még mindig tapsolnak. Nem tudok. És befölszedett, és belökött a színpadra, pedig hát nem szoktam így elengedni magam, de hogy azt az érzést, hogy basszus, hogy ott állok a világ közepén, mert ez tényleg a világ közepe, egy ilyen zenekarral, akik tapsolnak utána, tehát hogy ők is ott, amikor így ütögetik a hangszereket a dalok után, akkor az azt jelenti, hogy ők is elismerik az a teljesítményedet. És tapsoltak, és nem hagyták abba. Hát akkor úgy éreztem, hogy na, most kéne ilyenkor meghalni. Tehát ez az, amikor így kéne elhagyni ezt a formát, amiben itt most vagyok, mert ez ennél följebb nincs. És amikor visszajöttél Magyarországra, olyan értelemben, hogy szakmailag ismétleten egy ilyen megmutatkozás, kibontakozás nyert, akkor azért volt gombóc a torkodban, hogy tulajdonképpen ennyi év kihagyás után újra a magyar közönség előtt, nem? Nem. Állandóan voltam egyébként, állandóan járkáltam kisebb produkciókkal, és állandóan jártam haza. Tehát nyilvánosságban olyan értelemben nem voltál jelen, mint annak előtte? Hát az ilyen, a média, hát akkor onnantól kezdve az volt, hogy a média nem hajlandó, tehát hogy nem költött pénzt a művészetre, vagy nagyon jóval kevesebbe, és tehát azt jelenti, hogy csak a reggeli műsorokban mehettél be maximum 6-tól 7-ig énekelni, és azt meg, tehát hogy ezt nem értékeli úgy senki, mint valami művészeti ágazatot, hanem inkább a teljes kávé mellé valami kis szórakoztató izét, illetve dumálni az összes talk show-ba. Én voltam állandóan, csak nem lehetett egy idő után tudni, hogy mi vagyok én, vagy mit csinálok, mert nem énekeltem, hanem beszéltem. Úgyhogy én voltam, és egyáltalán vagy a gombóc mindig van, vagy nincs. Nincs, a szeretet van. És nagyon, nagyon megható. Tegnap előtt álltam utoljára a színpadon a Danubia, Ódai Danubia szimfonikus zenekarra. Csak mondom, hogy ez megint egy szimfonikus zenekar. És LGT, vagy Presser Gábor dalokat énekeltünk, úgy, hogy a Karácsony János is ott volt, és a Somló Tamás is. Ő pedig szerelmes voltál már, mint a Karácsonyban, nem? Igen.
sok mindenkiben voltam azért szerelmes, de azért ott mellette állni. De ilyen plátói elérni... szerelmek voltak, hogy úgy kell elképzelni. Hát nem mentem oda, most azt mondom, hogy James. Mert hogy először is ekkora voltam, tehát hogy azért nem vagyunk egy korosztály, másodszor is, hát el is ájultam volna. Most kaptam meg a telefonszámát, mert sírva kértem, hogy honnan lehet ő a koncertjeire egyszerűen elmenni, mert szeretném meghallgatni őt, és azt mondta, hogy megadom a telefonszámot, és hogy ezért a telefonszámért 20 évvel ezelőtt az életemet adtam volna. Én mondtam is neki, azt mondtam, most mondod, na mindegy. Szóval az egész történetet azt akartam csak mondani, hogy látom az arcokat a közönség köreiben, hogy néznek rám, és hogy mosolyognak, és mennyire velem együtt énekelnek, és olyan biztató a jelenlétük. Én nekem nincs gombóc a torkom. Inkább sírni szeretnék attól, a hálától, hogy milyen jó dolgom van nekem. És látod, milyen érdekes, hogy másfél évvel ezelőtt egész másnak tűnt a valóság. Hát ez volt az előszobája ennek. Kell a kudarc mindig? Nekem ez állandó visszatérő kérdés. Milyen marha unalmas lenne, hogyha... Hát egy gondolat nem jutna eszedbe, hogyha nem rúgnál bele véletlenül az asztal lábába, vagy nem tudom, semmi. Teljes nihil lenne. De mire jó? Mit értékeli az ember? Ha nem lenne sötétség, akkor nem szeretnéd a fényt. Vagy nem lenne fény, akkor mit csinálnál? Akkor nem is élnék egyáltalán. Tehát, hogy ez mindig 50-50, ez ott van a serpenyőben mind a kettő. És amikor az ember benne van a kudarcban, vagy elesült te, nevezzük akkor kapufának a kudarcot, akkor is ilyen optimistán tudja látni, hogy de jó, hogy ez történik, és majd jön a jó, vagy bele lehet halni az ebbe 3-4-szer egy húzamba. Hát ha nem lennének gyerekeim, meg nem lennének szeretteim, biztos, hogy belehaltam volna már. Tehát akkor azt szeretném, hogy belehalok, és abból merítenék, de így meg nem lehet belehalnom, üzemelnem kell. És az a szerencse, hogy óriási nagy buli a gyerek. Tehát az egy nagyon nagy tanítóim a gyerekeim a mai napig, és továbbra is. A harmadik gyereken egy percig nem gondolkodtál olyan értelemben, hogy megsínli-e majd esetleg a szakmai előmenetelet? Tehát, hogy az egy-két évre kivesz a szórakoztatóiparból? Ez olyan, hogy a gyerekeket is küld, hogy azok jönnek, és megelőződik egy szituáció, és akkor azok jönnek. És amikor az ember konkrétan ebben, most elmondom ezt az intim pillanatot, mikor kiderül, hogy tényleg terhes vagyok, akkor már kétszer úgy emlékszem arra a pillanatra, hogy oké. Ezt lemondom, ezt átcsavítom, és megint kezdődik az egész elemről. De igazából ez egy ilyen eufóriával vegyes kétségbeesés, hogy most mondanám, amit mondani szoktam, de ezt nem mondom így, mert ez nyomda festéket nem tűr. De aztán utána hát az az érzés, hogy 42 évesen két nagy fiúval azért már, mert 12-16 volt akkor a két nagyfiú, hogy én baba ruhákat vehetek a saját gyerekecském, a picikének, aki jön, hát az valami nem tudom leírni. És hogy tologathatom őt azon a göröngyös úton, ahol mi lakunk, meg hogy egyáltalán ezzel foglalkozhatom, ez egy olyan áldás, vagy nem tudom, egy olyan csodálatos dolog az élettől, hogy egy rám mosolyog az élet, hogy tessék itt a harmadik gyereket. Egy bedd már észre, hogy érsz valamit. Tehát, hogy van három gyereked. Ha? Ez csak megközelítés kérdése szerintem, nem? Nagyon sokan például itt Magyarországon egész máshogy fogják ezt fel. Természetesen örülnek neki, szeretik, de van ennek egy, lehet, hogy negatív vetülete is. Pont az, amit kezdtem, hogy ami neked is az első gondolatod volt. Nem minden azon múlik, hogy állunk hozzá? Tehát rajtunk múlik, és mi teremtjük a saját valóságunkat? Ideig el kell jutni, ez egy út, és mi úgy tanultuk, hogy ne szenvedjél, vedd be azért a fájdalomcsillapítót, ne szenvedjél, minek szenvedjél, vegyél. Tehát, hogy élvezd az életed, de ez egy csalás. Tehát nem így kell élvezni az életed, mert ugyanis nem lehet megúszni ezeket a folyamatokat, mert akkor nincs belőle öröm. Mégig kell talpalni, végig kell csúszni, mászni ezeket a folyamatokat, és akkor viszont örülhetsz is, akkor nem kell a pirula, nem kell semmi. Akkor ott ülsz, és azt mondod, megint csak ezt a szót mondanád, de nem mondom, hogy de jó,
Igen, ez így szebb. De amikor benne van az ember a kudarcba, kapufába, kapufát lő, akkor mi a biztosíték arra, hogy nem olyan sokára lesz gól? Semmilyen biztosíték, ez a baj. Semmire. Hát ez a baj. Hát de nem, ez az érdekes. Az, hogy az ember a szakmájával minél többet félsz valamitől, annál jobban kötöd magad hozzá. Ezt én magamnak ki szoktam írni, mert másnak nagyon jól el tudom mondani, és nagyon logikusnak tűnik, csak magammal szemben, amikor azért kellenek az emberek, akik körülötted vannak. A férjem is nagyon meg tud állítani egy bizonyos folyamatban, így bemond egy mondatot, és akkor így annyira igaza van. És a gyerekeim is. Mama? És akkor megváltozik minden. És akkor abba hagyom a morgást, magad. Igen, abba hagyom, kijövök ebből a abba hagyom a morgást, a hisztériázást, vagy aggódást, a rommá aggódom magam valamiért, és akkor elengedem. Amikor te hisztériázol, akkor milyen vagy? Hát akkor röpülnek a tányérok. Az nem hisztériáz, azt eldöntöm, hogy én most, nekem most elegem van, ebből elegem van, elmondtam egyszer, százszor, kétezerszer, most dobom a tányért, most leszedem a... Na, tényleg, leszedem a mosogatógép ajtaját. Ez egy ilyen kis rozog ajtó volt, de azt sikerült. És itt általánosan azt akkor leveszed? Azt le, és akkor így néznek, hogy... és én meg röhögök, hogy ez... Tehát, hogy erre miért volt szükség? Hogy miért kell ezt kiprovokálni? Hogy Andreára miért nem figyelnek akkor, amikor halkan mondja is kedvesen? Nem figyelnek Andreára, most így akkor... De azóta már így berezegnek, hogyha mondom, hogy azt szeretném tőletek kérni, hogy legyen mindenkinek feladata, hogy ne mindig én. Tehát, hogy írjuk föl, hogy ki hányszor viszi ki hetente a szemetet. Írjuk föl, hogy ki pucolja ki a saját cipőt. Tehát, hogy segítség, hogy ne mindent én. És akkor most ez már működik. Most még nem néztem utána az interjú kapcsán az életrajzodnak. Én azt gondoltam, hogy ti Bécsbe éltek, és most jöttem rá, hogy Bécs mellett egy kis falu van, ugye? Így, szó szerint. Ez hogy kell elképzelni? Klasszikus vidéki millió? Nagyon szép, hegy a erdő mellett, ahol nem jól lakni, mert sok fát kell hasogatni, de kell hasogatni, mert nőnek, de hát egy nagyon jó kis hely. Nem ilyen rezervátum, hanem, mert abban én simán meghalnék, két napig se bírnám ki, de az nagyon jó az infrastruktúrája, és hát mindenféle meggondolásból mentünk oda, béreljük a házat, nincsen semmi cicó. Van két bacskánk, és nagyon jó fej szomszédaink. Mit tudsz te ott csinálni? Mit lehet ott csinálni? Lenni. Lenni? Lenni. Tehát kikapcsol? Főzni, gondolkodni, marháskodni a gyerekekkel, biciklizni. Gyalog elmenni az óvodába, gyalog elmenni a közértbe. Én közértnek mondom, bocsánat. Hogy mondják azt mostanában, hogy közért? Megmaradt neki ez a neve. De egy olyan nőnek, aki végigpörögte az életét bizonyos értelemben, egy impulzív teremtés, annak ez a vidéki, nem, ez csúnya szó, hogy leszed át élet, de ez a lassított élet, ez nem testidegen? Szerintem meghosszabbítja az életemet, meg a pszichém épségét nagyon. Ha most azt kérdezem tőled, hogy jól vagy nem jól, akkor a válaszod egyértelműen az, hogy igen. Igen. Ne szakadj rám. Nem. Igen, jó vagyok. Akkor azt kívánom, hogy maradjon ez így, és örülök, hogy láttunk. Köszönöm szépen. Ez volt Marek Andrea arcképe, tartsanak velünk két hét múlva is, mi itt leszünk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót kívánok!